Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. július 30-án este 7:30-tól. Megkezdődnek a Szentháromság tér harmadik ütemének kivitelezési munkálatai. Augusztus 1-től újabb útlezárások lesznek a városban. Szelidi tó, újra vonzó cél. Éremeső, rengeteg éremmel tértek haza a KSL vezősei. A Szentháromság tér kivitelezési munkálatai új szakaszhoz értek, így a javában zajló rekonstrukció mellett megkezdődnek a harmadik ütem kivitelezési munkálatai is. Augusztus 1-től e város részen több utcát is érintenek az ideiglenes útlezárások. Még el lehet haladni a Kossuth-Lajos utcából az Asztrik tér felé, de mindez vasárnaptól megváltozik, hiszen itt is ideiglenes útlezárás lesz a felújítás miatt. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is a Szentháromság tér felújításának harmadik ütemét, az óvoda előtti területnek egy megmaradt kis részét kézbe vesszük. Ez azt jelenti, hogy a Hunyadi utca végét, csatlakozását, a Nacimárum előtti gyalogos és közlekedési utat, illetve az óvoda előtti területet szeretnénk szeptember 10-ig be is fejezni. Ezek a munkák a napokban megkezdődnek, augusztus 1-ével, és a lehető legnagyobb gyorsasággal próbáljuk befejezni. Az óvoda előtti területen is szükséges az ivóvíznyomó vezeték cseréje, amelyet például a Bozsó, a Hunyad és a Szent István Király úton, illetve a téren is elvégeztek a szakemberek. Ezen az összes területen az ivóvíz csere teljes mértékben megújul. Sajnos ahhoz, hogy ezzel gyorsan tudjunk haladni, szükséges az óvoda előtti rész, tehát az Asztrik tér felé vezető útszakasz teljes felületű lezárása. Ez nem egy nagy útfelület, viszont a munkákat nem tudjuk másképp elvégezni, mint hogy ezt teljesen kizárjuk. Ez itt érinti mind az útfelületet, a járdafelületet, a csatlakozó részeket, a már elkészült Szentháromság térhez való csatlakozást, és így ezzel a harmadik ütemmel tudjuk véglegesen befejezni annak a keretezésnek, én mindig így hívom, hogy keretezés, amely kijelöli magát a teret a sárga térkő járda burkolattal. A Szentháromság téren nem lesz újbóli útlezárás, így ott, ahogy eddig is, a gyalogosok és a kerékpárosok nyugodtan tudnak közlekedni. A Hunyadi utca az, ahol a lehetőségek szerint a szakemberek megpróbálják a leggyorsabban feloldani az útlezárást. A Hunyadi utcának a csatlakozó közművezetékei közül például a víz nyomó vezetéket cseréljük egészen hosszon, mint egy 50 méteren egészen a Huberházig. Ezt a szakaszt azért kell ilyen hosszan elkészíteni, mert a Katonaház udvarán átmegy egy középnyomó vezeték, egy gerinc vezeték, és az erre való csatlakozásnál az összes ingatlan bekötéseket is, ivóvíz bekötéseket is cserélni kell. Ezek mind régi vezetékek. Ez a középnyomó vezeték, ez 1962-ben elhelyezett vezeték, hát nagyon nehezen találtuk meg, mert nagyon mélyen van. Nyadi utcát a lehető leggyorsabban megpróbáljuk felszabadítani, tehát visszakapcsolni a tér forgalmába, természetesen nem gépjármű számára, csak gyalogos és kerékpáros közlekedés számára. Augusztus 1-től az ideiglenes forgalmi rend változásokat kihelyezett jelzőtáblák mutatják majd. Kérjük a lakosságot, hogy körültekintően közlekedjenek a megadott szakaszokon. Ahogy jött, úgy néhány nap alatt tovább is állt a Dunán levonult árhullám, amely Paksnál múlt hét csütörtökön háromnapos, összesen mintegy 3 méteres vízszintemelkedés után tetőzött, egy bő méterrel az első legenyhébb árvízvédelmi szint alatt. Május végén a Duna mellékén a szúnyogok gyérítésére tett erőfeszítésekről adtunk számot, melyek a városon belüli védekezéssel együtt ebben az évben viszonylag szúnyogmentes környezetet eredményezett. Általános tapasztalat szerint azonban a nyári áradások után kellemetlen vérszívók elképesztő mértékű szaporodásba tudnak kezdeni a víz levonulását követően hátramaradó tócsákban, aminek a nagy meleg is kedvez.
A vízszint a vártnál kissé hamarabb, július 22-én, csütörtökön a déli órákban tetőzött Paksnál, mégpedig az első árvízi készültségi szinthez tartozó magasság alatt több mint egy méterrel, így elmaradva az előzetesen jelzett 50-80 cm-rel a készültségi szint alatti tetőzéstől is. Az Esztergomtól följebbi folyamszakaszokon azonban életbe lépett a készültség, adta hírül az időkép.hu meteorológiai portál. Nagybajcsnál kedden 580 centivel tetőzött, Komáromnál 511 centivel érte el a csúcsát az árhullám. A folyó északi szakaszain többfelé meghaladta a vízszint az árvízvédelmi készültségi szintet, Nagybajcsnál és Gönyűnél másodfokú, Komáromnál, Dunaremete, Dobrogaz és Rajka településeknél elsőfokú árvízvédelmi készültség lépett életbe, írta az időkép.hu. A harmadfokú készültségi szintet Nagybajcsnál közelítette meg leginkább az ár, itt mindössze 10 cm-rel maradt a kritikus szint alatt. A sziget közbe, így a Mosoni-Duna folyóhoz is megérkezett az árhullám, múlt kedre megemelkedett a Duna vízszintje, és több helyen már a partra is kicsapott. Győrnél a Rábán is majdnem a járda szintig emelkedett a víz a tetőzéskor, derült ki a portálon. Paks térségében egyébként még további apadás várható, a következő 2-3 napban még egy méterrel csökken majd a vízszint, majd pár napos stagnálás után további kismértékű vízszint csökkenés következik be az előrejelzések szerint. Mohácsnál péntekről szombatra virradó éjjel ért el a tetőpontját az áradás, és várhatóan a hónap utolsó napján e hét péntek szombat táján simul majd el teljesen a hullám. Az áradás előtti szint alatt mintegy 30-40 cm-es vízszintnél. Hatalmas népszerűségnek örvend a szelidító. Nagyon kevés az eladó nyaraló, ami van, azokat is nagyon gyorsan felvásárolják. Szinte már alig van nyaraló a szelidítón és környékén, akár már az évek, évtizedek óta üresen álló lepusztult épületeket is felvásárolják. A szeliden nagyon kevés eladó nyaraló van, és nagyon gyorsan megvásárolják a nyaralókat, és volt idő, amikor volt olcsó, és szép, és akkor sem vásárolták meg. Hát ennek keményen anyagi okai voltak. Ez a deviza hitel válság, ez olyan mélyen hosszú-hosszú évekre problémát okozott, hogy sokadrangú probléma volt az, hogy van-e nyaraló a családba. Az első volt, amit megpróbáltak eladni, és az utolsó volt, amit megpróbáltak megvenni. Úgy érzem, hogy anyagilag kicsit jobban állnak az emberek, már jut erre is, talán felértékelődik Magyarország vonzereje, nem kizárólag csak külföld, hanem már itt is gyönyörű dolgok vannak, és programokat szerveznek. Hát emiatt is sokan úgy gondolják, hogy érdemes vásárolni. A szakértő azt is elmondta, hogy a szelíd hatványosan felértékelődött. A rendszerváltás előtt virágzó, viszont utána hanyatlásnak indult település újra vonzó cél lehet az idősek és a fiatalok számára egyaránt. A szelíd közeli településeken, például Újteleken, ott ugye néhány kilométerre van csak biciklivel is a szelídító, ott például nyaralóként is vásárolják ezeket az ingatlanokat. A Meszes, az szintén ugyanez a helyzet, ott is majdnem, hogy lezajlott már egy ilyen generációváltás, az idősek eladták, a mai 70 év körüliek soknak terhet jelent, és ez ugyanez vonatkozik a szelidre is, tehát ott is megújult, egy fiatalabb lakosság lesz. A 4 napos versenysorozatot sikeresen zárták a kalocsai evezősök. Rengeteg érem mellett 2 bajnoki címmel is büszkélkedhet a szakosztály. Július 22-től 25-ig tartott a Magyarországos Bajnokság Szegeden. Erre készülvén 6 hetes edzőtáboron voltak túl a fiatalok. Gyakorlatilag, ahogy vége lett az általános iskolai oktatásnak, mi elkezdtünk metesen egy edzőtábor, ez kb. Egy 6 hetes edzőtábor volt. Itt voltak terheléses időszakok, ahol napi 2 edzést csináltak a fiatalok, illetve volt olyan hét is, amikor csak egy edzés, amikor egy kicsit pihentettük a szervezetet, és hát ez alapján sikerült azokat az eredményeket elérni, amiket elértünk. Az egyesület csak utánpótlás korosztályban mérettette meg magát, mivel nincs felnőtt korosztályú sportolója.
Az első versenynapon többek között női ifjúsági egypárevezősben állt rajthoz Drusák Dorina, hatalmas koncentrációval 4 másodperccel nyerte meg a magyar bajnokságot. A női ifjúsági könnyűsül képpárevezősök, ahol Dorina és Abigail állt rajthoz közösen. Itt meg lehetett figyelni, hogy a mindkét lány nagyon vágyik a dobogóra, illetve a magyar bajnoki címre, és úgy gondolom, hogy mindent meg is tettek érte, mint egész évben, mint most a versenyen, és hát szerencsére nagyon-nagyon szép versenyzéssel sikerült nekik a dobogóra jutni, illetve pontosabban megnyerni a magyar bajnokságot, úgyhogy így az idejében már másodszorra sikerült magyar bajnoki címet hoznunk az országos bajnokságról. 4 másodperccel sikerült maguk mögé utasítani a második helyezettet, akik később, mivel ifi korosztályok, elindulhattak a felnőtt könnyűsúlyban, és ők ott, tehát a másik csapat harmadik lett, de a mieink még nem indulhattak el, mert csak sérülők. Úgyhogy jövő következő évekre nézve ez egy nagyon pozitív eredmény és nagy lehetőség. 4 napon keresztül hatalmasat küzdött mindenki, rengeteg érmet vihettek az a versenyzők. Az idei évben is Kalocsára látogatott a röplabda koronázatlan királynője, dr. Kocsis Attiláné Gabi néni. A magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya a katolikus intézmény röplabda táborában ismét nagy lelkesedéssel segédkezett a gyerekek technikai tudásának csiszolásában. Mint arról már korábban beszámoltunk önöknek, az idei évben is nagy érdeklődés mellett zajlott a kalocsai röplabdatábor. A szervezők most is sok meglepetéssel készültek a gyerekeknek, többek közt Gabi nénivel, akinek 93 évesen számos válogatottság, olimpia és világverseny után még mindig a röplabda tölti ki az életét, és a mai napig tud hasznos tanácsokat adni a fiataloknak. A fiatalok között már eleve mindig jól érzem magam, mert mindig szerettem a gyerekeket, és mivel testnevelő tanár is voltam, és általános iskolában tanítottam, megszoktam a gyerekek nevelését, és szerintem az is segítségemre volt a későbbiekben, hogy a nagyokkal is tudtam foglalkozni. Mert tudom, hogy különbözőek, nem csak testalkatban, hanem pszichológiailag is nagyon lényeges, hogy megkülönböztető módon bánjunk az általánostól a egyedikkel is. A válogatott egykori szövetségi kapitánya az idén is nagy lelkesedéssel segédkezett a gyerekek technikai tudásának pallérozásában. Nagyon lényeges a technikai részelemeknek a megtanítása kiskorba, ami igazság szerint könnyű, mert a gyerek könnyen másol, tehát az alapokat nagyon lényeges jól megadni, mert később nagyon nehéz. A röplabda dönten technikai sportág és észjáték, és a döntő a csapatnak az együtt mozgása, és ezt már gyerekkorban ki lehet alakítani, hogy állandóan nézze a társait, állandóan mozogjon, figyeljen, és mondom, a technikai részelemeket nagyon-nagyon ki kell dolgozni kiskorban, ami könnyebb, de erre épül a technika, mert mint mondtam, a röplabda dönten technikai és észjáték. Mint köztudott, a kalocsai esep több mint fél évszázados hagyományokkal bíró röplabda szakosztályának megszűnése után a katolikus intézmény ambiciózus testnevelő tanára Rezák Szabó Anna és a KSE korábbi ikonikus edzője Kovács Ágnes nevelgeti, formálgatja az intézmény röplabdát választó növendékeit. Köszönet a TFS-ének, hiszen ők karoltak föl minket elsősorban, és tőlük kaptuk az első, és most is tőlük kapjuk ugye a háttértámogatást, meg hát az őszíneiben játszunk, úgyhogy TFS-e Kalocsa. Aztán az idén lett az FNC Hús Kft., aki szintén nagyon jól jött nekünk támogatásként, és most a legújabb támogatónk a Vitera, aminek aztán borzasztóan örültünk, hiszen igen, pénz nélkül semmi nem megy, tehát a támogatók mindig kellenek, és hogyha bárki szeretne minket támogatni a továbbiakban is, ugye, az nekünk mindig nagyon jól jön. Ami fontos, hogy minden támogatást a gyerekekre költünk, tehát soha ilyen jól nem néztek ki a gyerekek, hogy külön utazópóló, melegítő póló, egyencipő, egyenmelegítő. Tehát úgy nézünk ki tényleg, mint egy csapat, és még a legkisebb csoportunk is, és ha megjelenünk valahol, akkor az nagyon jól néz ki, és szerintem ezt mindenféleképpen ugye a támogatóknak köszönhetjük.
Röplabdásaink a jövőben már 5 kategóriában neveznek TFS-ek Kalocsa néven a szövetség által kiírt utánpótlás bajnokságba, és csatlakozik majd hozzájuk további edzőként Korsós Anikó is, aki a Kalocsa egyik meghatározó játékosa volt. Kedves nézőink, felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a hétvégén az Érsekkertben mozimaratonnal várja önöket a Kalocsai Innovációs Központ. Pénteken délelőtt mesefilmmel vette kezdetét a nagyszerű programsorozat, mely az utolsó film után ma este 10 órától éjfélig élőzenével a Szendvics Zenekar várja a kilátogatókat. Szombaton 10 órától szintén rajzfilmmel folytatódik a rendezvény, délután 5 órakor a Shrek című rajzfilmet láthatják a látogatók. 8 órától Mamma Mia című filmen szórakozhatunk együtt, majd este 10 órától a Felezhetetlen és a Willy and the Space Dogs muzsikál a mozimaraton résztvevői számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!